belföldi híreim. Kedves feleségem és feleségem nővérének meghívására szerda délelőtt nem hivatalos rokoni látogatásra Budapestre érkezett özvegy Csanaki Béláné, a velem egyháztartásban élő hitvesem szülője, az én kedves anyósom. A nyíregyházi személyvonat 9:30 előtt gördült be a keleti pályaudvarra, ahol több ezer fővárosi dolgozó borzadt el, özvegy Csanakiné látta. Anyósom már pályaudvari beszédében utalt rá, hogy fontos állomásnak tekinti a keleti pályaudvart, valamint jelen látogatását feleségemmel való összefogásuk megszilárdításában, idegölő tevékenységük összehangolása érdekében. Szálláshelyünkre hajtva én emelkedtem szólásra, és méltattam az előttem szóló rémtetteit. Hangsúlyoztam, hogy amíg a jelenlegi helyzet fönnáll, fokozni kívánom tekintélyem, amely csupán a Peterdi utca 32, második emelet 4 tartós békéjét szolgálja. Az ezt követő eszmecsere után, mint azt az MT jelenti, a magasrangú vendég állapota válságos. Új létesítmény. Tegnap délután ünnepélyes keretek között került sor lakásom ajtaja előtt a hétvégi szemét átadására. A liftajtót Barnus Pál, a HKI által megbízott házfelügyelő nyitotta meg, és méltatta az emelet lakóinak szeméttermelését. A múlt példái azt bizonyították, mondotta expozéjában a házmester, hogy a hulladékszállítást fékezte a felvonó rendszertelen üzemeltetése. Ugyanakkor nem szabad figyelmen kívül hagyni a lakók óriási volumenű zabálásából eredő, mértéktelen szemét mennyiséget. A tehermentesítés érdekében Barnus elvtárs rámutatott az agyontömött kukára, és felszólította a lakosságot, hogy célszerű lenne, ha békében hagynák őt. Valamint kidolgoznánk a magasabb szintről való alacsonyabb, a földszintre való önköltséges lehordást. Miután lehordtuk a szemetet és egymást, áttértünk édesanyáink részletes ismertetésre. Kultúra. Ivó cimboráim idült csoportja május 7-e és 14-e között barátsági és kulturális napokat rendez a sarki talpon álló helységeiben. A rendezvény sorozat egyik legfontosabb eseménye Krasznói Kálmán szénlehordó ária és dalestje lesz a Söntésben. Május 8-án egyszerre 2 borvirág is nyílik a művész vendégek orrán. 14-én a záróra után nem író, nem olvasó találkozót tartanak a raktárban forintos alapon. Sportfogadás. A Lottó 32. játékos hetén 5 találatos szelvényem nem volt. 4 találata is másik vadidegen 46 fogadónak volt. 3 találata olyan 517-nek van, aki szintén nem én vagyok. A 169.884 darab 2 találatos szelvényre egyenként 21 forintot fizetnek, de nem nekem. Elnézést, e pillanatban kaptam a hírt az MTI-től, amelyben emlékeztetnek rá, hogy egyáltalán nem is lottóztam. Tehát jól értesült körök szerint diplomáciai életem megélénkül a Kinizsi utcai zálogház becsüsei közt. Végül az időjárásról. Várható időjárás az előszobánkban holnap estig. Túlnyomóan ködös, a fürdőszoba felől kiáramló párás idő. A különböző hőmérsékletű Lichthof áramlatok sorát a fölöttünk lakó benyákék csőrepedése szakította meg. Átmenetileg növekvő botrány, egy-két helyen beázás várható. Legmagasabb nappali hőmérséklet a Credence-nél 25-27, az ajtónál, ahol húz be az a rohadt hideg, 13-15 fok között.